Szervusztok, kedves gyerkőcök! Eljött a mai napi háborunk, haha, micsoda küzdelem lesz, ez az egyik kedvenc pályám. Hisz ez nem más, mint Dragon Pass, és már is megpróbáltam bemérni egy helikopter, de hát annyira nem jött össze a dolog, mert hogy már hatótávolságon kívül van, és úristen, mi ez valami a fejemre esett. Hú, majdnem megpusztultam már itt az elején, jó, istenem, kezdek félni. Na, a mai mérkőzésünk szintén 800 tickettes lesz, 7 darab kontrollpontért megy a gyilkolás, az agyfröcsögés, meg minden ilyesmi, és már is rongyolok a délre, és ott található a bombázó, az be kell foglalni, mert meg kell semmisítenünk az ellenséges tankokat, páncélosokat, embereket, plüsmackókat, és minden egyéb létformát, ami létezik ezen a környéken. Hát, hogyha netántán az ellenség befoglalná ezt a kontrollpontot, aláknázom a kontrollpont kiáratát, hogyha tovább akarna jutni, akkor annyira ne legyen már neki egyszerű dolga. Egyelőre mi tudtuk elkezdeni húzni a zászlót, mert nem volt akkora mersze a amerikai haderő páncélos állományának, hogy bejöjjön a húzó körzetbe. Egy tank közben megpróbált eljönni ebbe a szektorba, de sikerült egy kisebb csapást rámérni, de ennek ellenére még tovább ment a... Hát egészen mostanáig, már épp közöltem volna, hogy tovább ment a helikopter olyan észak-észak-kelet irányba, de hát na. Na, és sikerült belehuppannom nekem elsőnek ebbe a drága jó kis páncélosba, pont még mielőtt elkezdte volna befoglalni az ellenség ezt a kontrollpontot. És hát az egyik legbölcsebb dolog, amit ilyenkor tehetek, megpróbálom az ott található ellenséges erőket, amiket spotoltak a többiek, szépen lebombázni. Megnézzük, hogy ez milyen sikerrel fog zajlani. Egyelőre jön rám egy vadászgép, hát olyan sok mindent nem tudok kellene tenni, de nem is nagyon foglalkozok most vele. Amúgy se nagyon hosszú távúra tervezték ezt a bombázót, sokkal értelmesebb lett volna, hogyha az AC-130-as hasonlóan itt körözne a pálya körül, vagy valami ilyesmi. Jó, mondjuk akkor ez egy kicsit nagyon nagy előny lenne az egyik csapatnak, mert kimászni nem lehetne belőle. Minden esetre sikerült megsemmisítenem pár darab járművet, és mint lehet látni, az enemy már is itt van a közelünkbe. Azt várja, hogy én kihuppanjak ebből a kis irányító fülkéből. Megpróbálok egy kicsit cseles lenni és kivárni a megfelelő pillanatot. Nézzük, hogy fog ez most sikerülni. Hú, már ketten is vannak, kezdek kicsit félni. Azt mondja, ó, jó van, sikerült. De két embert lőttem, na mindegy, az egyik el sikerült végeznem, a másik meg csak úgy naturál meghalt. És úgy látom, az aknáim is hatásosak voltak többé-kevésbé, és elkezdtük visszahúzni ezt a kontrollpontot, bár még mindig van itt egy páncélos jármű, most megpróbálok egy kicsit gerilla mód itt elvegyülni a tömegbe. Egyelőre nem nagyon figyelnek rám az itt található ellenséges erők, és ott van még egy úriember, őt is megsorosztuk picit. Hát vele nem sikerült végezni, hogy csak egy kill assist lett, de talál majd ő vele. Na, végre van egy értelmes áldozatunk, ó, és itt van még egy, hú, vele is sikerült végezni, na, kezdek formába lendülni. Hű, elég pörgősre sikerült ez a kis első pár percünk ebbe a játékba. És idáig 5-0, ha jó van. Szeretem az ilyen mérkőzéseket, ahol ilyen jó formába indítok. Már csak az a kérdés, hogy sikerül átvenni a kontrollpont felett a hatalmat. Úgy nézem, hogy ez simán menni fog. Úgy is van. És már csak egy kis gyors betározás kellene, mert még valahol itt egy úriember tartózkodik. Megpróbálom felmérni itt magam körül a telepet, figyelgetem a minimapot, hogy vajon merről számít csak támadásra. Egyelőre sehol semmi. Ah, na, ott már volt valami. Megpróbálok megint egy kis fedezékbe kerülni. És ott repült egy gránát, tehát arra fele van az úriember, és nézzük csak. Ó, jó, van, sikerült vele végezni, bár nem sokkal múlott, hogy én is ott hagyjam a fogamat, és még egy helikopter is köröz itt felettünk. Látható az ellenség is elhelyezett pár aknát. Megpróbáljuk visszafoglalni itt a D-t. Ami úgy nézem, hogy simán menni fog, de lehet látni, hogy egy ellenséges úriember hasonlóan ahhoz, ahogy azt az én taktikámban benne volt, ő bemászott ebbe a kis bombázó fülkébe, és gyanítom, majd nem soká jönnek ide a bombák. Hát valami, mintha jött is volna ide, de kis cseles leszek, és én is megpróbálom bevárni ezt az úriembert, aki előbb-utóbb ki kell, hogy jöjjön onnan, mert hát na. És akkor itt fogom én is őt várni, és talán nekem nagyobb szerencsém lesz, mint a drága jó enemy úriemberek, és ki is jött a srác. Na, azt mondja, itt nincs, és ó. Hú, jó van, vele sikerült végeznünk. Nagyon jó, idáig szép, szép, nagyon szép ez a kis köröcskénk. Az állás jelenleg kínai haderő 743, még az amerikaiak 742 tiket. Három, vagy pontosabban már csak kettő darab kontrollpont van a mi kezünkön, kettő szürkén, és a három az enemy kezén. Úgyhogy még lesz munkánk bőven.
de ha rajtam múlik, akkor eléggé meg fogjuk keseríteni az életüket. Na, megint jön egy enemy helikopter, és még jó, hogy nem RPG-t raktam be, mert úgysem nagyon tudnám eltalálni. Istenem, és bingo, jó van, sikerült végre egy helikoptert is leszednünk. Na, azt hiszem 8-0-nál járunk. Hú, kezdek kicsit lefáradni. Mondjuk amóból az lesz megint bőven, úgyhogy lehet pár aknát el kéne helyeznem. Hát ebbe a bombázóban még nem nagyon tudok visszamenni, nem tudom mennyi ez az időintervallum, amikor ez megint aktív lesz, de mint látható, egy ellenséges tank is van itt a közelben, megint megpróbálok aknákat elhelyezni, de valaki elkezdett engem lövöldözni. Hát a tank is, meg ha jól láttam, egy csipa végzett velem. Na hát megszakadt a szériám, de semmi probléma. Minden vereség után könnyebb a győzelem. Szokták ezt volt mondani, nem tudom ki mondta, de valaki biztos, mert nem én találtam ki. Azt mondja... Próbáljunk egy kicsit jetezni. Át kéne repülni itt pár dimbes, dombos hegyen, és valami hátsó kontrollpontot meg kéne próbálnunk behúzni. Annál is inkább, mert most szerintem itt a középen lévő kontrollpontokra koncentrál majd az ellenség is, és... hát nem pont erre számítottam, de szerintem én még nem is karcoltam a földet, na mindegy. Hát előző adásokban láthattátok, hogy nem tudok vezetni, most azt látjátok, hogy nem tudok repkedni az égen, úgyhogy inkább maradok a földön. És... Vissza leszülettünk ide a D-pontra, megpróbáljuk megvédeni azt, ami jogosan a miénk. És már megint itt van nekünk a bombázó, hogy ezt miért nem használják a többiek, én nem értem. Máskor izé olyan tömegek állnak itt előtte, mint a postán segélyosztáskor. Na de... Próbáljunk megint keresni valami spotolt emberkéket, vagy járműveket, hát ott egy anti-erej, ott egy tank, hát nyomtam oda egyet-egyet, hát nem mondjuk az pont rossz helyre ment. Igen, ez a hátránya annak, hogyha túl nagy távolságból próbálkozunk ilyesmivel. Mindenesetre úgy látom, hogy ott a C-ponton is van egy darab tank, és lehet, hogy addigra vissza fogok tölteni. Úgyhogy majd szerintem arra próbálok megint koncentrálni, az anti-errel nem sok mindent értem el. És már repkednek is felém a rakéták, meg ilyesmi dolgok, úgyhogy időm se lesz olyan sok. De mindenesetre még itt van ez a tank, és nyomtunk oda pár rakétát, de még mindig ott a tank. Hogy a fménykűben még csak nem is jetszett? Mi a manó, nem nyomunk oda még, előbb-utóbb csak jó lesz. És azt mondja, hogy... Ó, na végre sikerült elpusztítanunk a tankot. És hát már elfogyott a lőszer. Az a baj, hogy nem túl sok ilyen cucc van ebben, és az is hamar elfogy. Na. Keresünk újabb mission-t, hát mint látható már 4 kontrollpont van a mi kezünkön, sőt a C is elkezdett villogni, és én megpróbálok eljutni valahogy, valamilyen úton, módon az A kontrollpont irányába, már hogy az van még ennemi kézem meg a B, de hát hozzám közelebb van most jelenleg az A, a C az meg most jelenleg nem érdekel. Hát kaptam egy jó kis találatot, úgyhogy a utazásom ezzel a jeepen nem tartott olyan sokáig, és ott bujkál egy tank. Valószínű ezt az utat fogja használni, úgyhogy elhelyezek itt is pár aknát, mert jó, hogyha van. Legalább nem tud olyan gyorsan előre nyomulni, mint ahogy szeretne. Ezt a való háborús események iklették ezt a hadmozdulatomat, mert ténylegesen jó dolog, hogyha fel tudjuk tartóztatni a előre nyomulni próbáló ellenséget. Annál is inkább, mert több időnk van a védekezésre, meg neki egy kicsit el kell gondolkodni ahhoz, hogy már induljon tovább. Na, de spotoltunk ott egy mesterről, és szerintem ez ugyanaz a csipa lesz, aki engem kinyírt. Úgyhogy lehet, hogy most eljött az ideje a revansnak. És egyedülre még nem, még csak nem is sebzett. Azt mondja, hogy szalad a drága, és jó, a pont ide jött elém meghalni. Csodálatos, imádom, amikor ennyire bátrak a sniperek. Nem tudják, hogy automata fegyverrel vagyok, bár mondjuk ők náluk is be lehet állítani, hogy automata fegyver legyen, de ez annyira nem jellemző. Egyedül az én sniperemnél láttam még idáig automata fegyver. És úgy látom, bele is ment az úriember az aknámba, csodálatos, és bele is pusztul. Na hát, ezért szeretem az aknákat, nagyon hatásos fegyver. Sose számítanak rá, de hogy miért nem számítok? Én mindig számítok aknára. Állandóan mindig spotolom a környéket, amikor járművel megyek, mert ilyenkor felvillannak pirosan, hogy hol vannak az aknák, mármint amit az ellenség rakott le. Hát most jelenleg csönd és hullaszag van, az állás jelenleg 684-636, úgyhogy még mindig kétes a harcunk kimenetele, mert bármikor meg lehet fordítani itt a dolgokat, és hát kontrollpontokba se állunk most annyira jól. És valami helikopter brűgés is van, de ez nem az a helikopter, mindegy. Na, és kinyomott magába egy flart, és most gyors visszavonulót fúj, hát na jó van akkor, ezt most nem fogom lelőni.
Megpróbálok ide bejönni az A-kontrollpontnak a húzó körzetébe. És azt mondja, valami jármű, hú, gyorsan lehassanunk, észre ne vegyen. Elkezdjük húzni a zászlót, gyorsan megpróbálok keresni valami felezéket. És úgy látom, hogy az a páncélos nem vette észre, hogy itt ellenség van a kontrollpontja közelében, és simán elment meghalni, úgyhogy tulajdonképpen úgy nézem, hogy nyugodtan fogom tudni húzni itt a zászlót. Hú, de idegesítő ez a pittyegés. Na, azért lassan történhetne már valami, már nem gondoltam, hogy annyira egyszerű dolgom lesz. Azért egy fullos szerónál ez annyira nem jellemző. És még mindig sehol senki. Hát na jó, a legközelebb már leállok malmozni vagy valami. Sikeresen befoglaltuk az A-kontrollpontot, és számunkra leszületett egy üresen álló tank, amit megpróbálok most megközelíteni, és hogyha addig se találkozok enemivel, akkor onnantól kezdve nyert ügyem lesz, hogyha tankba sikerül behuppannom. És már is látható, hogy kőkemény 5 darab kontrollpont van a mi kezünkön, jó, mondjuk ebből 2 villog, de azért ez is teljesítmény. És gyors ütemben elhagyom az A-pontot, mert előbb-utóbb valami páncélos jármű fog indulni innen az amerikai bézről, és akkor nem szeretnék itt találni magamat. Inkább megpróbálom itt felvenni a kontaktot a C vagy a D-n lévő ellenséges erőkkel. Sokkal jobban szeretem, ha a térkép közepén vannak a fő frontvonalak, mert úgy nincs annyira elnyúlva az utánpótlás, meg a támogatás is hamarabb jön esetleg. Na nézzük, már kéne tovább menni, az a baj, hogy most elvesztettem egy kicsit az utat. Nem baj, azt hiszem erre fogok menni. Csodálatosan megakadtam egy bokorba. Hát azért egy nem tudom hány tonnás tankot egy bokor nem tudom mióta képes megállítani, de most is sikerült. És ott van egy ellenséges antier, ami szerintem most fog elpusztulni. És hát be is jött ez az állításom. Már is mehetünk tovább a következő áldozatunkat megkeresni. Hát csak kérdés, hogy ki lesz az a következő áldozat. Ja, és meddig kéne a célra is befoglalni, hisz pirosan van, és át kéne törnünk ezen a hídon. Egy darabig azt hittem, hogy ezek a hídok felrobbanthatók, de még idáig nem sűrűnk. Tudtam elpusztítani ezeket, jó, mondjuk nem is nagyon hegyeztem ki itt a dolgokat arra, hogy szétrombolgassam a hidakat, de majd az egyik alkalommal szinte meg fogom lásni, hogy ezeket a hidakat szét lehet lőni, mert akkor még azzal is lehet taktikálni, hogy a járművek mozgását kicsit megnehezítsük. Mondjuk mivel sehol sem mélyebb a víz, kb. 10 cm-nél, így a tank talán tulajdonképpen azon is át tud menni. Na, valaki elkezdett tabajgatni itt engem, úgyhogy megpróbáljuk megkeresni az illető úriembert. Ó, és ott bujkál a kis mongúzfej. Na nézzük, dugd ki a nózidat, ott van, ó, de szeretem. Na, ezt most nem is talált. Megint megvárjuk, amíg kidugja a nóziát. Ó, jó, vagy sikerült megölni. Csodálatos. Én sikeresen befoglaljuk a C-kontrollpontot, és még végeztünk is egy darab úriemberrel, és menik kéne tovább a következő ellenséges kézen lévő bázishoz, ami nem más, mint a B, és az az egyetlen, hisz eléggé átvettük az uralmat a térkép egész területe felett, mint látható, a 7-ből 6 kontrollpont a mi kezünkön van, és az állásileg 671-534, és rohamosan csökken szegény amerikai nyomorultaknak a tiketje. Ó, és megint sikerült végezni az egyik úriemberrel, és ott van egy másik, és... Hát, ezt vagy megölték, vagy nem tudom, mi lett vele. Kicsit megtisztítottam az utat magam előtt, mert... néha szükség az ilyesmi is. Sajnos annyi itt a roncs, hogy muszáj vagyok egy-kettőn átgázolni, és hiába lövöldözöm őket, attól nem tűnnek el, úgyhogy mindig át kell adjuk gázolnom. Na, itt a fejünk felett megjelent egy enemy helikopter. Egy Viper, vagy mi akar ez lenni, és hát... nem tudom, milyen célból használták ezt a dolgot itt jelenleg, de elég rosszul használták. És megpróbálok most benyomulni a B-nek a húzó zónájába, bár... de tankirányításban vagy én lettem nagyon pancser, vagy tényleg meghakadok most már mindenbe. Hát már megint a bokrok fognak meg engem. De azért nagy nehezen csak át tudok vergődni itt ezen a csomó bokorhalmazon. És látható, hogy a minimapon a hátam mögött még van egy darab piros háromszög, de egyelőre azzal nem foglalkozok. Hisz itt van mellettem is egy piros háromszög, egy mesterlővész próbál meg C4-ezni, régi szép idők, ha kicsit nosztalgiázok. Ehhez sikerült elintézni az itt található úriembert, és még mindig van itt felettünk egy ellenséges helikopter, de nem nagyon foglalkozott velünk, úgyhogy nyugodtan tudjuk húzni a B-t. Az A került újfent ellenséges kézre, és most jön megint valami. Ó, egy helikopter, gyorsan kiszálltam, előkapom a jó kis iglámat, és na nézzük. Hú, jó, van sikerült őt is elpusztítani, bár most nem öltem meg senkit, amit szomorúan vettem tudomásul, visszaúpanok a kis tankba, és a C elkezdett villogni, magyarán áll valami ellenséges mozgolódásnak kell azon a helyszínen lennie. Ó, nagyon jó, az egyik csapattársam volt olyan kedves, és adott egy kis
muníció utánpótlás, ezt mindig szeretem, ha valaki ilyen jóságos hozzám. És nézzük, itt egy piros háromszög oldalt mellettünk. Kolléga megelőzött, nem baj, akkor itt egy piros háromszög felettünk. Hát az meg elbújt. Ja, akkor menjünk tovább, itt lesz egy piros nagy tank. Akkor őt kéne valamilyen módon megsemmisíteni. Úgy látom, itt azért lesz egy pár jármű. Na, talán vele sikerül végezni. Jó, egy tank megsemmisült. Itt van előttem még egy tank, de ezt a gyalogost is el kéne kapni. Közben a tank is elkezdett engem lőni, lehet nekem is el kéne hagynom ezt a járművet. És ott az úriember, hát most ő volt a gyorsabb. Fene. Kis is sok volt már nekem itt ez a túlerő. Semmi probléma. Na, most haltunk meg azt hiszem harmadjára. Annyira nem is rossz. 7%-kal élt ez. Hogy a mocskos mázista. Na, menni kéne a... Melyik pontra kéne menni? Na jó, akkor repülgessünk megint, már úgyis nem állt nekem a gyakorlás. És mivel nosztalgiázni támad kedve, most lehet megint egy kicsit mesterlövészkedek. Hát, ha jó fog ez jönni valamikor. Na nézzük. Már kéne menni. Azt hiszem menjünk a délre, hisz ott van megint a izé ellenségnek a... fő eleje. Úgy láttam, az egyik kollégának nem állt a segítség. Ne várjatok tőlem olyan sok mindent, a gépágyút tudom használni, meg ilyen helyzetváltoztatásra tökéletesen tudom alkalmazni a vadászrepülőgépeket, de egyéb tevékenységre nem nagyon vagyok hajlandó, tekintve, hogy nekem a BF3-ban sem nagyon ment a jetezés. Jó, mondjuk többet használtam, mint itt, de itt meg úgy annyira nagyon nem látom értelmét, jobban értem magam a földön. És mint látható, már is itt van a előttem egy páncélos, ami szépen most vándorolt át az örök vadászmezőkre. És egy mérnök úriember hagyta el a járművet, és most ebből a izéből is kiszállt egy mérnök, megpróbálom elütni, hát ez most annyira nem jött össze, semmi probléma. Átvonulok is szépen erre az oldalra, átülök a géppuskálásba, és egy halál, még egy halál, harmadik halál, jó van. Hát három úriemberrel gyors ütemben végeztünk, visszajövök ide a húzózónába, megpróbáljuk tovább húzni itt a zónát. Na nézzük, elég kicsi itt a D-nek a húzóköre. Az A-hoz képest például. Sikerült beszürkíteni. Valaki mint hogyha lőtt volna valahonnan. Csodálatos, hogy mindig engem találnak meg ezek. Ó, és ott van, és pont meghalt az illető úriember. Hát nem hiszem el, ha. Egy másodpercen hullott megint. Ezek a véletlenek. Semmi probléma, amíg én meghaltam, addig a többiek befoglalták a D-t, és mint látható az összes többi kontrollpont is a mi fennhatóságunk alatt van. Most itt vagyunk az A-nál. És úgy hallom, egy tank van itt a közelben, így van, ott is van. Szépen megpróbálok valami más pozíciót felvenni, mert szemtől szembe nem nagyon jó harcolni egy tankkal, hogyha nincs nálunk semmi hatásos fegyver, és jelenleg csak a C4-jel tudnák pusztítani, úgyhogy most ennek jött el az ideje. Azt mondja, hála égnek nem nagyon vett még engem észre az illető úriember, azt mondja, egy C4, még egy C4, három C4, egy... Hát időm nem nagyon volt már menekülni, mert egy antier elkezdett lőni, úgyhogy hát... Rövid pályafutásom eddig tartott, de azért sikerült magammal vinnem a túlvilágra egy tank ott is, és annak a legénységét. Vissza le kéne jönni ide az ára segíteni a kedves kollégának, ha még itt van életbe, és egyelőre még tartjuk az ászlót, és még úgy látom itt van életbe. Hát ha a másik járművet is C4-es sikerül elpusztítani, bár mondjuk lehetett volna annyi eszem, hogy átváltok mérnökre, és észrevett a fenébe. Ez most nem volt annyira jó ötlet, mint gondoltam, de hát na, előfordulnak az ilyenek. A csata a hevébe mindig azért belecsúsznak olyan dolgok is a számításba, aminek nem kellenének belecsúsznia, de hát na, ebből látszik, hogy emberek vagyunk, és nem ilyen aimok meg hasonló dolgok. Már is itt vagyunk egy tanknak a gépágyúja mögött, és egy ellenséges helikoptert próbáltunk egy kicsit hitelgetni, de hát már is egy... domnak a fedezékébe bújt, fotoltunk egy ellenséget, és a kedves társunk mindjárt be fogják foglalni a B kontrollpontot újfent. Az állás jelenleg 654, 240, hát nem nagyon van kontrollpontja, illetve most lett az A kontrollpont a amerikaiak birtoka, de ennyi örömük van nagyjából, mert az összes többi a miénk, és most egy helikopter próbál meg itt tovább jutni, és potyognak belőle az emberkék, és Istenem, de rosszul helyezkedik ez a tank, semmi látószögem nincs innen, úgyhogy inkább úgy döntöttem, hogy gyalogosan megyek tovább, annak valamivel több értelmét látom. Nézzük a minimapot, él még az az ember, aki kijött, hát egyelőre meghalt, jó van, úgyhogy akkor mehetünk vissza a B-re. Vagy nem is a B-re kéne mennünk, hisz azt már befoglaltuk, hanem mit tudom én, már kéne tovább mennünk, hát az A van egyedül ellenséges kézen, de valami jármű kéne, akkor ez így egy kicsit messze lesz.
Ez még az egyik különlegessége ezeknek a China Rising-os mapoknak, hogy az írdatlan sokáig kell rajtuk mászkálni, hogyha nincs valami jármű a közelünkbe. Úgyhogy mindig valahogy meg kell próbálnunk úgy helyezkedni, hogy jó legyen, közben megint feltűnt egy ellenséges helikopter. Hát már csak úgy a biztonság kedvéért leraktam itt a környéken egy mobil spombéként, hogyha netántán vissza kell ide térnem, akkor vissza is tudjak ide térni. Ó, és hogyha egy ellenséges helikopter, azt hiszem megpróbál leszállni, hogy mi lenne a C4-en, megpróbálnám őket felrobbantani, a francban nem észrevett. Ah, fenébe. Hülye legénység. Egyedül lett volna a csávó, biztos felrobbantom. Nem baj, megint beleszaladtam egy ilyenbe. Ah, lassan már kezdek kijönni a formából. Ah, B-t elkezdték húzni. Visszaváltottam mérnökre, és nézzük, mit tudok kezdeni itt a ellenséggel. Egyelőre semmit. Még csak nem is látok senkit, nem hogy tudnék velük valamit kezdeni. Biztos, ami biztos alapon megint elhelyezek pár aknát. Sose lehet tudni, hogy mikor jön jól. És itt van előttünk egy ellenséges tank, amiből már is kiszállt egy úriember. Hát kicsit rásoroztunk az illető fickóra, de még nem pusztult bele, úgyhogy muszáj vagyunk utána menni. Egy csodálatos, elkaptuk. Felveszem a kicsit, már most jelenleg én helikopterre vagyok specializálva, de ezzel az RPG-vel biztos fel tudtam volna robbantani azt a tankot, ami most robbant fel, de annyi probléma van, legyen és itt bajok lesznek, már elkezdett lefele pörögni a zászló, magyarán kettőnél több ellenség van itt, vagy egynél több ellenség. És úgy gyorsan belehuppantam ebben az üresen lévő antierbe, és egy tank kezdett eljönni ide. Ó, és ott vannak a mérnökök. Hogy itt mindig mérnökök vannak? Hát nem hiszem el. Na, egy úri emberrel sikerült végezni. Mondjuk hála az égnek, mert a következő rakéta biztos fájt volna. Hát ez az antier annyira nem jó gyalogság ellen, úgyhogy megpróbálok oda menni a hagyományos módon. Egy akna, egy sebzetés, egy lövés, még egy lövés, jó volt. Sikerült végezni az itt található ellenséges erőkkel, úgyhogy vissza is huppanok a drága jó kis antierembe. Úgy nézem, a tankot is megsemmisítették, és hú, túléltem a bombázónak a támadását is. Marhamázista vagyok én a mai napon. És húzom vissza a B-t, sikerült beszürkíteni, és egyelőre semmilyen ellenséges erőt nem látok. Az állásjelenleg 639-88, és csak a további tendenciánkat kell folytatni, amikor is megtámadott újfent egy helikopter, csak nem számított rá, hogy itt egy antier van, vagy számított rá, de ez elég nagy hiba volt tőle, de már is itt vannak megint a mérnökök, megpróbálok újfent gyalogosan felvenni velük harcot, de fenére, hogy ezek mindig tudják, hol vagyok. Nem baj. Ennyivel azért nem fogják megúszni a dolgot. Kicsit berágadtok, úgyhogy muszáj lesz ide visszajönnöm, kicsit revansot venni. Úgy látom, az egyik squad társam helikopterre pont erre az irányba tart, úgyhogy jó lesz nekem. Mondjuk jó lesz vigyázni is, mert antierre közeledünk, és helikopterre közeledünk antier felé. De az új ember elhagyta azt a járművet, úgyhogy más dolgom nincsen, csak szépen kiugrani. És pont itt van előttünk, és hogy nem engem figyel, egyébként mekkora mákom sose lesz megint. Ó, viszont itt az antier is megint belehuppant az ellenség. És nem gázolt át rajtam a csávó. Simán alá tudtam aknázni, kiszállt az antierből. Ó, és már elloptam tőle az antiert. Na, most lesz ám nehéz. És lefeküdt. Ó, de jó bír feküdni, azt az eget, öcsém. Sose láttam még olyan harcot, ahol fekvésen nyertek katonák háborút. De lehet, hogy most el fog jönni ennek is az ide, ez is lefeküdt. Miért szeretnek ezek ennyire lefeküdni? Én még egyszer nem feküdtem le. Nem hazudok, mikor az ára mentek, akkor egyszer lefeküdtem, hogy ábújjak a izék elől, de sose úgy támadok, hogy lefekszek mellette. Esélytelen utána felkelni, mint látható ez a képek tanúsága szerint is. Na jó van, haver, mikor unod meg, hogy ott fetrengesz? Megunhatnád, na, és hát végre belerohant a saját halálába. Elkezdtük visszafoglalni a B-t. És úgy látom, megint jön a bombázó, úgyhogy fel kéne vele venni a kapcsolatot, amíg gyors ütemben el nem kezd engem itt bombázni. Elkezdtem hitelgetni, gyönyörű szépen peregnek itt nekem a tikettek. És úgy látom, hogy nem is engem bántalmaz, hála a jó Istennek. Elment még rá két rakéta, valami azért csak kaptam. Jó van, de annyira nagyon nem sebzett. Tovább hitelgetem ezt a hőbelebalást, és... Hát jó van, úgy látom, hogy ez megsemmisült, na, de valami még mindig van itt. És ott gránátozik az a drága úriember. Kapott egy kis ómot a fejébe, meg egy gránátot, és az egyik kollégám volt olyan kedves, és elintézte az illető úriembert. Na, már csak 13 tiket van hátra, befoglaltuk a V-kontrollpontot, a C, a D és az L van még enemi kézen, a D az most lesz szürke. Én meg gyorsan motorra pattantam még a maradék 8 tiket erejéig, és ellátogatok a C-kontrollpontra, ami szintén most lesz szürke. Úgyhogy még kevesebb tiketje van az ellenfőnek. Nos, hölgyeim és uraim,
Ez lett volna a legújabb túravezetésünk a China Rising DLC-ből a Dragon Pass nevű mapon. Remélem tetszett az a kis műsor, amit itt produkáltunk nektek. A következő adásig a viszontlátásra, sziasztok!